Bach karácsonyi oratóriumának ritkán hallható második felét az Orfeó zenekarral és a Purcell kórussal karöltve, alapítójuk Vashegyi György Liszt-Ferenc díjas karmester a régi zene kiemelkedő szakértője vezényelte. Ez a hangverseny Pécsen egy nemzetközi együttműködésnek a része. Egy kiváló régizenei együttes az Axon tűzkórus és az Insula zenekar, egy korabeli hangszeres zenekar, akik Párizsban a Lassenhal Musical nevű koncertteremnek a rezidens együttesei. A francia koncertközpont együttműködést kezdett a Művészetek Palotájával, melynek jegyében a karácsonyi oratórium első három kantátáját ez a francia együttes adta elő a Műpában és Párizsban is. A pécsiek pedig a negyedik, ötödik, hatodik kantátát adják elő most Pécsen. Így tulajdonképpen teljessé válik ez a mű a 2x3 kantáta által, hát Pécsen most a negyedik, ötödik, hatodik kantáta jut el, amelyeket ebben a formában valóban ritkábban lehet hallani. Fontos, hogy tudjuk ezekről a művekről, hogy ezek 6 kantátából áll ez a ciklus, és ezek Bach korában teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy egy napon egy kantátánál többet adjanak elő, hiszen a korabeli luteránus liturgia szerint a karácsonyi ünnepkör 2x3 ünnepnapból állt, ebből az első 3 ünnepnap az óévhez kapcsolódik, és a következő 3 ünnepnap az új évhez, és most az új évhez kötődő, új évtől vízkeresztig tartó 3 liturgikus napnak a ráírott 3 kantát adjuk mi most elő itt Pécset. Ezt a művet a Műpában és Párizsban, a Lassenhal Musicalban is előadták. Ez egy viszonylag új koncertterem Párizsban, amely kiváló az akusztikája és nagyon fontos helyszín a régi zene szempontjából. Mi is most fogunk ott először fellépni, de nagyon sok jót hallottunk már róla. A francia kollégák koncertjét is hallottam Buda a Műpában, és most a franciák is eljönnek a mi koncertünkre. Nagyon örülünk, hogy játszhatjuk, és hát nagy öröm mindig ide elhozni Pécsre. Talán harmadszor járunk már itt Pécset Bach karácsonyi oratóriummal. Azt hiszem 2015-ben a norvég barokk zenekarral voltam itt és a Purcell kórussal, 18-ban Purcell kórus és Orfeó zenekar volt, és akkor is Franciaországban mentünk, akkor Versailles-ban és Párizsban játszottunk, utána a Versailles-i királyi kápolnában játszottuk akkor a karácsonyi oratóriumból, azt hiszem akkor 4 kantáta ment, és most meg ez az utolsó 3. Az idei évadban Régi Mesterek címmel új bérletet indított a Filharmónia Magyarország, mely nevéhez híven még jobban kifejezi a program jellegét, a benne szereplő zeneszerzők ihlette műveket. A mai alkalommal Bach kompozíciókat hallgathat a közönség. A következő koncerteken is, mint ahogy ebben a bérletben ez volt a jellemző, a régi zene a főszereplő, az Orfeó zenekar, és őket várjuk a következő két programban is ebben a bérletben. Az idei évadban külön vált ez a korszak és a nagyzenekari bérlet, ami a hagyományos mesterbérletünk. Itt vannak együttesek, akiktől a kész tervezett produkcióikat vesszük át, vásároljuk meg a bérleteinkbe, és vannak olyan együttműködéseink, ahol mi választunk művet, szerzőt, szólistákat, együttest, karmester, tehát hogy ez teljesen változó. A jellemzőbb az az, hogy kész produkciók érkeznek, mint ahogy hallhattuk is Karnagy úrtól, Budapesten is előadják ezt a műsort, majd később Párizsban, tehát ez abszolút ilyen módon változó, de ez a többség. Thank you.
A hangversenyt rövid prológus előzi meg, amelynek során beavatást nyer a közönség a műbe. Egy kis ráhangolás. Rövid zene tanári vagy zenepedagógusi pályám során láthattam, illetve most a Filharmónia igazgatói munkám során is, hogy mennyire fontos az embereknek, hogy jobban értsék, tudják, hogy mi az, amit hallhatnak a koncerteken. És ennek a törekvésemnek az alakulásának az eredménye ez a prológus volt, egy olyan kezdeményezés, amikor a koncert előtt szólt néhány szót, akár a karmester, mint ahogy az is mostanában is előfordul, vagy egy zenetörténész, zenetanár, és talán a későbbiek során alakult ez át, és látszott, hogy van is rá érdeklődés. 100-200 ember mindig eljön a koncertek előtt, aki szíves örömest hallgatja meg a karmestert, a szólistákat, hogy mit gondolnak az aznap esti koncertről, a zeneszerzőről, a művekről, és azt gondolom, hogy ez nagy segítség azoknak, akik nagyon szeretik ezt a klasszikus zenét, és nagy örömmel hallgatják, nyitott szívvel, füllel és lélekkel, de abban, hogy ezt még érthessék is, hogy esetleg a zeneszerzőben mi dolgozott akkoriban, amikor megírta ezt a művét, vagy mit gondol erről egy-egy karmester vagy szólista, mert azok is nagyon különbözőek egyébként, ez is szép általában a művészetekben, hogy ugyanazt a művet teljesen másként interpretálják különböző előadók, és nekünk rutinos koncert látogatóknak, hallgatóknak ez egy külön izgalom egy-egy este előtt, hogy izgalommal várjuk, figyeljük, hogy képzeli el az este előadója azt a művet, amit hallhatunk, amennyiben az egy ismert, gyakran hallott mű például.